2009 óta különféle képesítésekkel kell rendelkezniük azoknak, akik üzletszerűen végeznek társasházkezelési tevékenységet, illetve az illetékes hatósághoz is be kell jelentkezniük. Sok volt ugyanakkor eddig a homályos pont, ezeket tisztázta az év elején életbe lépett új társasházi törvény. Most már konkrétan definiálták is ezt a szakképesítés megszerzésének a feltételeit, illetve hogy az ingatlan vállalkozás felügyelőti hatósághoz hogyan kell bejelentkezni, milyen adatok szükségesek ki egy cégen belül, hogyha nem magánszemély csinálja, hanem egy cégen belül csinálják, akkor legalább egy alkalmazottnak kell rendelkeznie kell ezzel a képesítésre. Tehát ezek vannak igazándiból most a január 1-től érvényes törvényben, társasági törvényben nevesítve. A szakértő hozzátette, sosem számított vonzó szakmának a társasházi képviselő. Beszélt arról is, hogy a társasházaknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy a lakók egymás között válasszanak közös képviselőt. Számukra még mindig nincs előírva ez a képesítés, kivéve, hogyha a saját közgyűlés azt nem mondja, hogy már feglenők ragaszkodnak hozzá, hogy végezzen a közös képviselő ezt a tanfolyamot. Nyilván valamilyen formátumban azért ezt a jövőben is meg fogják adni ezt a lehetőséget, az, hogy ez már milyen mértékben fogadható majd el a jövőre nézve, erre még nem láttam semmiféle jogszabályi változást, hogy mik lesznek majd a jövőben az ilyen képesítéssel, de hát remélhetőleg azért biztosítják itt az utódaink számára is ezt a lehetőséget. Közben egy másik törvény, a lakásszövetkezeti is változhat a közeljövőben. A jelenlegi jogszabály megújítása a javaslattételek szakaszában jár. Elképzelhető, hogy sok lakó közösség inkább majd ezt a formát választja. Előnye, hogy míg a társasházak esetében tulajdoni hányad alapján van szavazati jog, a szövetkezet esetén mindenki egy szavazattal bír. A belépésnél azonban minden tulajdonosnak bele kell egyeznie a csatlakozásba.